Sziasztok, YouTube hallgatók! Mielőtt elindul az adás, hadd adjak pár hasznos tanácsot podcast hallgatáshoz. Az utazási podcast ugyanis elsősorban nem YouTube-ra készült. Nincs videó, csak hang. Így a podcast műfaj előnyeit YouTube-on hallgatva igazán ki sem lehet használni. Szóval, itt a YouTube-on, bár az embernek megvan az a szabadsága, hogy mikor és hogyan néz videókat, mégis egy bizonyos fokig korlátozva vagyunk. Miközben a podcast műfaj pont ezeket a korlátokat hivatott átlépni. De először is kezdjük a mit mivel kérdéssel. Ha az ember tévét akar nézni, akkor bekapcsolja a tévét. Ha rádiót akar hallgatni, akkor bekapcsolja a rádiót. Ha YouTube videót akar nézni, akkor nyilván elindítja a YouTube-ot. Ha pedig az ember podcastet szeretne hallgatni, akkor egy podcast alkalmazást indít el. Ezeket az alkalmazásokat szokás podcast platformoknak hívni, amiket általában telefon típustól függően szoktuk csoportosítani. iPhone-okon például ott van a beépített Apple Podcast alkalmazás, Android telefonokon általában a Google Podcast alkalmazás, és ott van a független Spotify, ami nem csak podcasteket, de bármilyen zenét is lehet hallgatni. Ezekre gondolhatunk úgy, mint magára a YouTube-ra. Mint egy alkalmazás, egy program vagy egy rendszer, amin keresztül tartalmat fogyasztunk. És hogy mik az előnyei ezeknek a programoknak, alkalmazásoknak, mondjuk a YouTube-bal szemben? Hát például az, hogy az epizódokat le tudod offline tölteni, így akkor is tudod hallgatni őket, hogyha nincs interneted, például repülőn vagy utazás közben. Ha feliratkozol egy csatornára, akkor be tudod állítani, hogy az új epizódokat automatikusan letöltse neked a program, amikor például a telefon egy wifi hálózathoz csatlakozik. Vagy képzeld el például azt, hogy reggel, amikor magadhoz veszed a telefonodat, és elindulsz munkába, akkor már automatikusan az letöltötte az összes kedvenc csatornád legújabb epizódját. Azt is beállíthatod, hogy a lejátszott epizódokkal mi történjen. Tartsa meg a telefonod, vagy meghallgatás után automatikusan törölje őket. Aztán van egy olyan hasznos funkció is, hogyha egy epizódot félbehagysz, akkor legközelebb ugyanonnan indul, ahol abba hagytad. Mivel csak a fület kell hozzá, tudod hallgatni utazás közben, sportolás közben, mondjuk amikor futsz vagy biciklizel, de hallgathatod takarítás, főzés, házi munka közben. A lehetőségek száma végtelen. És még mondjuk egy YouTube videót csak úgy tudsz nézni a telefonodon, hogy a képernyő aktív marad, podcast hallgatás közben a telefonodat nyugodtan elrakhatod. A kezedre és a szemedre itt nem lesz szükség. Szóval ezek a podcast előnyei. És ha ezek után még mindig úgy döntesz, hogy a YouTube-on fogod az utazási podcast epizódjait meghallgatni, természetesen semmi akadálya. A részeket továbbra is feltöltöm, de gondoltam megosztom veled ezt a pár hasznos információt, hogy még inkább ki tud használni ennek a műfajnak az előnyeit. Most pedig induljon a beszélgetés. Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. A New York City sorozatunk második részében gyalog indulunk neki a városnak, Köves Gábor újságíróval, aki saját állítása szerint súlyos New York függő. Ám ő ezt büszkén vállalja. Gábor, mit jelent neked ez a város? A kérdés jó, és jogos, végül is azért ülök itt, hogy New Yorkra beszéljünk. Készültél rá a kérdésre? Készültem, hiszen átküldted ezt a kérdést. Mit jelent New York? Hát ez egy, és akkor ez most egy közhely lesz, ez egy tartós nagy szerelem. New York, ez már önmagában egy ellentmondás, nem? Hogy tartós és... És nagy szerelem, igen. De hát éppen ezeket az ellentmondásait imádom nagyon, nagyon a városnak, vagy hát város, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ugye van New York, New York City, Manhattan. Az én nagy, tehát az igazán az én szívem az Manhattanért dobog, és hát kapcsolt része iránt. És hát benne van ebben az egészben, tényleg ez a hihetetlen ellentmondásosság, hogy a helynek az a egyszerre, tehát van egy ilyen parasztsága és kifinomultsága, van egy ilyen kis stílusége és nagyvonalúsága, hogy nagyon befogadó, de nagyon közönyös. Sose tudom, hogyha elesnék az utcán, átlépnének rajtam, vagy segítenének. Mind a kettő megesett, hogy minden a pénzről szól, de közben minden nagyon laza is egyben. Tehát, hogy ezek futnak párhuzamosan. De mondhatok konkrét dolgokat is, tehát hogy New York, mert ez így azért elég ilyen kicsit ilyen lilaködbe vesző dolog volt, és az sose jó, hogyha beleveszünk a lilaködbe.
hogy tudom én, az art dekós felhőkarcolóktól legjobb könyvkereskedéséig, a Brooklyn Heat-tól a metró megállókig, ugye a koszos, tehát tök romantikus, minden metró megálló, pedig koszos, és nyilván ez azért az ottani kosz, az nekem sokkal jobban tetszik, mint az ittani kosz. A reggeliző helyek, a műanyag evőeszközök, a pepperoni pizza, a sajtorta, amiben így bele, szinte belevásik a fogad, annyira édes. Grand Central Station plafonja, a Washington Square Park, Diadalível, Central Park mókusai, hát most innen is üdvözölnék. Ha már említetted a koszt, szerinted miért más? Miért nem taszít az a kosz, ami miért ott van? Jobb az a kosz, mint ez a kosz? Igen. Más, én is a itt van, itt semmi ez nem. Mindig, aha. Mindig zöldem. Nyilván ez, ha csak a kosz, tehát csak a kosz nem vonzana, tehát hogy ilyen perverzió nincsen, de hát ez az egész csomag vonz, de tényleg, hogy lent a metrónak, tehát hogy a metró koszát, azt mindenkinek el kell viselni, hiszen ott mindenki metróval közlekedik, a New Yorki brókertől kezdve a sarki hoddogáros, és igen, tehát nagyon demokratikus ez a kosz, tehát hogy mindenkire rátelepszik, plusz kosz és a patkányok népes gyülekezete, és ahogy elbámulsz ott a metró aluljáróban, és ugyanúgy, ahogy persze a szabadban is, tehát hogy az emberek, tehát hogy kik várnak a metróra, és ott egy ilyen teljes keresztmetszetét kapod a New Yorki társadalomnak. Imádom a New Yorki metrót. Nagyon mindig történik valami. Mindig történik, én azt is szeretem, ha nem történik, tehát nem kell történjen, meg ezek ilyen kis mikro dolgok, hogy kik állnak ott, vagy a mozgó lépcső jössz lefelé. Ez nyilván nem csak New Yorkra igaz, hanem bármilyen olyan másik helyre, ahova visszajársz. De nézd, hogyha választhatok, hogy a Deák téri metró megálló koszát, vagy a nem tudom hányadik utcai metró megálló koszát választom, akkor igen, akkor a 83. utcai Subway Station koszvatag falát nézném inkább. Na és a New Yorki szemétszag, az neked illat vagy szag? Jó, hát egyrészt nekem egyébként a szaggal szemben, mint szóval szemben nincsenek ilyen előítéleteim, bár sokszor rám szóltak, hogy ez inkább illatot mondjak. Tehát van egy, ami engem alapvetően óv ezektől, a negatív élményektől, egy elég rendes orrsövényferdülésem. Tehát lehet, hogy én az orrsövényferdüléses turista vagyok, hogy engem ez talán megóva. Én szeretem. Tehát és akkor itt visszakanyarodhatunk a szerelemig, tehát hogy ez egy ilyen lángoló, tehát el tudom nézni ezeket az apróságokat, gyűjöknek. Büdös. Na és mióta? Mikor volt az első utad? Hát az első utam egy gimnazista voltam, ami nem ma volt, egy nyári 6 hetes amerikai turné, ahol a turné abból állt, hogy tökéletesítsem, nyilván már akkor is igen tökéletes angol tudásomat, de hogy helyi szituációkban, tehát hogy ne egy magyar nyelviskolában, hanem. És ez valamikor, hogyha én akkor voltam 16 éves, nem sokkal a rendszerváltás után történt, ami egy nagyon nagy szó volt. Tehát nyilván New Yorkban menni nagyon mindig még ma is azért. Tehát ez egy luxus, tehát ezt nyilván az én New York képem, tehát most erről beszélgetünk, az egy turista New York képe, tehát nem egy benfentesé. Tehát azért én azért szeretem, tehát lehet, hogy aki ott lakik, az ki nem állhatja se a bűz, se a zajt. És akkor kijutottam nyáron, rokonoknál voltam, véglátogattam a rokonokat, és volt New Yorki rokon is elő lehetett rántani. Aha. És voltam Queensben, ha jól emlékszem, de hát be a New York nekem menhettem volt, és maradt is, de volt az Upper West Side-on is rokon, tehát Manhattan, Upper West Side. Hát azért az menő, nem? Menő. Én akkor ugye annyira elvarázsolt volt, tehát akkor még egy Kentucky Fried Chicken is menő volt. Tehát ez annyira régen volt, tehát ugye a csecsemőknek mondom, hogy akkor tényleg minden menő volt. És akkor utána rá jó néhány évvel azután jutottam ki ismét, az már csak New York volt. Akkor már tudtad, hogy más nem érdekel. És azóta is tulajdonképpen semmi más sem érdekel a világból sem, csak New York. Igen. És eljutottál oda, hogy ha máshova nem mehetnél, csak New Yorkba, akkor az neked életed végeig így jó? Hát attól függ, hogy mi lenne ott a feladat. Tehát, hogy azért egy sarkon kéne strázsálnom, és csak néznem fölfelé, az egy-két év után nem kellemetlenné válik. Ja. De ha mondjuk valaki azt mondja, hogy most elmehetnél, nem tudom, Buenos Airesbe, vagy New Yorkba. Ha
attól függ, hogyha nem tudom, épp most jöttem volna New Yorkból, akkor elmennék Buenos Airesbe, hogyha már eltelt 3-4 hónap a legutolsó New Yorki út, akkor azért erősen megvan. Nem, Buenos Aires is egyébként nagyon fontos, tehát most pont egy olyat kérdezte, nem jártam soha, de tehát valami egyszerűbb, ha egyszerűbb a dilemma, akkor mindenképpen New York. Uh-huh. Vagy Amerikán belül, ami még érdekel nagyon, és nem voltam a San Francisco, oda mindenképpen elmennék, de nem nagyon tudsz olyan más New York-i, vagy New York amerikai desztinációt mondani, szóval ami ütné az én fejemben New Yorkot. Uh-huh. Egy egyszerű kérdés jön, miért? Hát vannak más amerikai városok, tehát tudok róluk, és egy-kettőben voltam is. De hát ugye nem nagyon teljesítik a város alapvető funkcióit, tehát például, hogy emberek sétáljanak az utcákon, legyenek boltok, ahova bemehetsz, tehát hogy az utcán történjen az élet, ez ott nincs. Tehát ott, hogyha nincs autód, meghalsz, New Yorkban meg... Tehát én amikor Atlantában jártam, megnéztem, hogy az nem tudom, az USA-nak hányadik legnagyobb városa, örömmel konstatáltam, hogy nem, tehát elő van. Majd megérkeztem, és két dolog volt Atlanta belvárosában, erős szél, és akkor csak egy dolog. Aha, ennyi. Ennyi nagy, szép nagy épületek voltak, és nulla ember. Uh-huh. Tehát ez nagyon, nagyon leangoló volt, hogy ez a kopárság, amit egy ilyen nagyváros tud mutatni. Nem tudom, valakinek a szíve csücske Atlanta, én nem kárhoztatom ezért. Mindig New York volt a cél. És az első alkalommal már megfogott? Tehát az első kiérkezéskor? Arra nem, mert akkor annyi sok inger ért, hogy ott inkább az életben maradás, tehát hogy eljussak a megfelelő pont, akikkel gyerek voltam, vagy kis kamasz, hogy ne veszek el. Nem tudom, ez nagyon régen volt, tehát én a nagy New York élményeimet azért későbbről eredeztetem, tehát ugye ami már 20 évesen ért, és azóta is végülis ez egy folyamatos nagy ilyen élményzuhatag, vagy egy ilyen folyam, aminek nincsenek is nagyon ilyen külön fejezetei, hogy 20 évesen, 30 évesen, 30-as éveimben, hanem az a New York, az a film zajlik az én fejemben. Nyilván most egy kicsit fel van függesztve már az ismert körülmények miatt. Uh-huh. És az első utazások után akkor te mint turista mentél vissza saját szórakoztatásodra, vagy itt már jöttek azok a munkák, amik újságíróként csináltál? Hát eleinte turistaként, és aztán is turistaként, tehát ez, amikor már voltak feladataim, tehát hogy interjú alanyokat ott interjúoltam meg, és de azok után én mindig maradtam. Uh-huh. És akkor visszavedlettem turistává. Valójában azt hiszem, hogy ez az ilyen, nem tudom, a számomra egy ilyen nagyon, nagyon jó állapot, hogy van egy konkrét feladat, amit csak ott tudsz elvégezni, hiszen ott él az az ember, nem tudom, beszélgettem ott írókkal, filmesekkel, stb. És utána visszavedleni turistává. Tehát csináltam is valamit, és akkor utána a hamisítatlan turistáskodással semmivel se vagyok több vagy kevesebb, mint az átlagos New York turista, aki ismerek még ilyen. Tudod, ez olyan, mint az anonim New York függők. Nem tudom, összejövetele, ha fölállsz, hogy Gábor vagyok, 48 New York függő, és akkor látod, hogy még van néhány hasonló figura is. Tehát, szóval ismerem ugyanezt a New York őrületet. Tehát más tekintetekben is láttam már, és akkor megnyugodtam, hogy oké, ez egy létező betegség, ami nem csak engem támadott meg. És amikor így visszajelsz sokszor, azt mondod, hogy még mindig turistaként a végén, nem volt benned az, hogy te helyivé akarsz válni? Tehát, hogy már nem úgy akarod látni a várost, mint egy turista, hanem be akarsz illeszkedni? Nem feltétlenül. Ha holnap kapnék egy olyan e-mailt, hogy nem tudom, a New York Times, hát már régóta keresett engem, csak most kapták meg a... Spambe ment mindig. Spambe ment a New York Times állásajánlata, ha ők azt mondanák, vagy nem tudom. Lehet, hogy a helyi hotdogos is elég lenne, tehát hogy a hotdogos bácsi azt mondaná, hogy Gábor, tehát én láttam, hogy nem tudom, hogy a ketchupet úgy, hogy olyan vehemenciával olyan tölteni. Igen, tehát hogy én lennék a kifli töltő, vagy nem tudom. Egyébként jól érzem magam turistaként. De lehet, hogy ebben van egy ilyen
egy ilyen kis leszólás, turista, nem tudom. Nekem megvannak a saját kis köreim egyébként New York. Tehát, hogy nyilván másnak meg mások a körei, vagy aki először jár New Yorkban, megnézi a híres dolgokat. Tehát, hogy nem úgy, hiszen először jársz ott, tehát még nincsenek meg azok a kis saját helyeid. Tehát megnézel, elmész a Times Square-re, stb. Szabadságszobor. Tehát, amit a mondjuk egy Lonely Planet így első körre ajánl, és akkor én meg most már elég ennyi idő után egyrészt azt mindig ellenőrzöm, hogy megvannak-e a helyeim, amit legutóbb ott hagytam, és úgy vannak-e meg. Ottli Géza elbeszélés, ez a minden megvan, hogy így tudod, de, és hogy úgy legyenek. Hát vannak ilyen sétáim, vagy ilyen útvonalak, amiket így rögeszmésen újra és újra megteszek. Én ugye nagyon sokat laktam rokonoknál az East, a keleti 52. utcába, az a Midtown, és ez a First és Second Avenue közötti szakasz, ahol én vagyok, vagy ott van az a kanapé, ami egy rokoni kanapé, ami befogad, és ápol, és eltakar, és akkor azt szoktam csinálni, ez egy ilyen rituálé, tehát hogyha megérkeztem, ugye beesel a reptérről, tehát akkor még úgy nem nagyon érzékel semmit, és a következő reggelem, vagy az első út, ami a városba vezet, tehát hogy akkor kilépek a lépcsőházból New Yorkba, elsétálok a sarokig, ami a Second Avenue és a 52nd Street sarka, és miért elérném a sarkot, egyszer csak tudom, hogy van egy olyan tábla, egy közlekedési tábla, előtte, hogyha felnézek balra fel, akkor a Chrysler Building csücskét, tehát a csúcsát látom. De pont ahogy így megjelenik két másik épület között. És hogyha egyet lépek, már nem emlékszem, előre vagy hátra, akkor viszont a másik kedvenc, nem tudom, Art Deco felhőkarcolomat látom, ami a General Electric Building. Ez is egy ilyen 30-as években épült. Tehát ezek gyönyörűek, ezek a régi 20-as, 30-as évekbeli Art Deco felhőkarcolók, és akkor így egy lépés előre, egy lépés hátra, és akkor úgy érzem, hogy minden megvan. Tehát, hogyha ott van, megvan a Chrysler Building, és ez az én kis sarok előtt néhány méter. Jó. És akkor ez megvan. Konstatálod, és akkor megvan. Igen, és akkor utána hívják a, nem tudom, bolondok házából az autót, és így elvisznek. Tehát, hogy ki ez az őrült, aki ott lépked. És akkor elindulok a Lexington Avenue irányába, és ott is ellenőrzöm, hogy a megfelelő házak a helyükön vannak el. Tehát például ez egy első. De ez azért van, mert pont ott van az a rokoni szállás. Tehát lehetnék a város egészen más pontjain is, akkor nyilván ez más alakult volna ki. És akkor van olyan útvonalam, ez egy a sok közül, tehát hogy ezernyi ilyenem van, hogy mondjuk metróval elmegyek a Brooklyn híd Manhattani végére, följövök a föld alól, és ahol följövök, ott egy ilyen árkádos épületrészbe jutok, tehát ez egy nagy, úgy hívják, hogy a Municipal Building, ami elég sivára hangzik, ez a városháza, inkább ez az önkormányzat, tehát ez a hivatali rész. Ez az önkormányzat. Aha. Mondjuk az önkormányzat, ami hát nem egy vonzó útvonalnak tűnik, de maga az épület is egy, szerintem a 10-es években épült, vagy tehát egy olyan minimum 100-110 éves épület az is, annak az alaksorába, egy ilyen árkádos alaksorába jutsz föl, ami hát így nem írják az úti könyvek, de egyszerűen egy ilyen marha jó, ilyen New York feelinged van. Majd egy kicsit ott az árkádoknál tovább mész, ugye már az utca szintjén vagy, és egyszer csak mondjuk felnézel a tér másik oldalára, másik oldala felé, ahol megpillanthatod a Woolworth Buildinget, ami megint csak egy ilyen eszement, felhőkarcoló, 100 éves vagy 80 éves, és akkor tudod például, de tényleg csodálatos, vagy hát egy ilyen csodálatos monstrum, és akkor például van hozzá egy ilyen kis sztori, hogy Mr. Woolworth, amikor építette, a maga idejében egyébként ez volt a legmagasabb New Yorkban, ugye volt egy ilyen nagy, ez akinek hosszabb a felhőkarcolója, ami hát ugye ma autóban vagy egyéb méretekben megy ez a harc, de akkor felhőkarcolóban, és Mr. Woolworth, ugye aki a róla elnevezett bolthálózatból kereste a vagyonát, ő készpénzben, tehát KP-ban fizette ki ezt az egészet. Tehát így letett az asztalra azt a pénzt, amiből felépítette. Ez egy ellenőrizhető Wikipédia, de és akkor így elképzelem, hogy micsoda életek. Nem, hogy meg ez a kapitalizmus, hogy valaki jött a ilyen olcsó áru boltjából megcsinálta a vagyonát. Akkori 100 forintos és így 100 forintosokban, 5 centesekben letette az a világ akkori legnagyobb felhőkarcolójának az árát. És ma már nem az a világ legnagyobb felhőkarcolója, de baromi jól néz ki az egész, és akkor utána le lehet ott sorogni a Wall Street kis mellékutcáiba, és az is egy ilyen külön kis
bolygó volt, és ott is ott a Wall Street-i óriás épületek árnyékában egyszer csak lesz egy olyan diner, a Pearl Diner, azt hiszem a Pearl Street-en, tényleg, mint egy ilyen kis kunyhó az egyébként a 70-80 emeletes házak árnyékában. És szerintem ezzel tulajdonképpen semmit nem mondtam, és mindent elmondtam arról, hogy miért imádom ezt a helyet. Hát szerintem így nagyon is sokat. Várj, van még egy séta, ezt elmondom, mert azt is szerettem, de mondom, hogy sok ilyen van. Vasalóház, ugye? Nagy kedvenc. Igen, igen, ott leszállsz. Ott van az a Madison Square Park. Ott van az a park, az maga is egy csodálatos, igen. Ott is ilyen art deco épületek. Csodálatos, ott le lehet ülni, lehet játszadoznak a galambok, madarak, gyerekek, felnőttek, stb. El lehet tölteni ott is már egy napot, mondjuk egy könyvvel is. És akkor elkezdesz lefelé sétálni, 17. utca a Union Square. Ott is van egy csodálatos park, ott is, ha sokat jársz arra, akkor ugye névről ismered a mókusokat, akkor elbeszélgetsz. Van ott remek könyvesbolt, Barnes & Noble könyvesbolt, az a tér is, tehát a Union Square Park, az is egy csodálatos dolog. Még egy kicsit lejjebb sétálsz, és hát ott van a világ legjobb antikvárium, a Strand könyvesbolt, ami egy ilyen antikvárium birodalom. Mm-hmm. És akkor ott eldöntheted, ha balra mész, akkor elmész az East Village-be, ha még egy kicsit lefelé mész, akkor a Washington Square Park felé, a West Village-be, vagy ott van a Soho, ami egy kicsit ugye ilyen pos vagy ilyen elitebbnek gondolnád, de hát az is ilyen macskakövek, és... Meg gyárépületek voltak. Igen, szuper, szuper az egész, és akkor például ott van a Fanelli bár, vagy kafé, ami most utána néztem, az kérlek szépen New York, vagy Manhattan második legrégebbi, hát egy olyan műintézmény, ahol ételt és italt szolgálnak föl. Nem étterem, nem bár, a kettő, nem kocsma, de mégis ennek a háromnak a keveréke, az ott van, az 1876 óta működik, ami hát New Yorkban ugye olyan, mint az örökké valóság. Tehát azóta működik kiszolgálóhelyként, és akkor mondjuk onnan tovább mész a Mercer Street-en, az egy a Mercer Books, ami egy klasszikus antikvárium, New York legmogorvább antikvárium tulajdonosával, aki hát, hogy jó esetben köszön, így felnéz a kis könyvében, és ilyen megvetően. Úgy valószínűleg oda... csak inkább magának csinált az egész boltot, hogy úgy néz ki, én egyszer vásároltam ott egy könyvet, amiről aztán kiderült, hogy lényegesen drágább. De mindig bemegyek, és ott látom már, hogyha ha fényképezem a könyveket, mert nagyon klassz dolgok vannak, akkor ilyen tényleg, hogy megvetően így rám néz, hogy na, már megint egy turista, na, ez se fog venni semmit. Oké, ez is megvolt, Mercer Street, és akkor Bleecker Street, és akkor befordulsz balra, és akkor ott is a Village felé veszed az irányt, és ott fölnézel, és akkor látod ezeket a víztározókat a házak tetején, ami ma önmagában New York. Én azt napokig tudnám nézni van a train spotting, és van a víztározó spotting, és én a víztározó spotter vagyok. Aha. Valahogy így. Te leszoktál egyébként ülni parkokba könyvet olvasni? Vagy ez csak... Ezt most egy picit ilyen, látom, hogy ilyen úgy tetted fel a kérdést, hogy úristen, ilyen szent megrökönyödéssel. Ha úgy adódik, igen. Volt már rá példa. Egyre emlékszem, ez sok-sok évvel ezelőtt volt, valahogy olyan volt, hogy a Madison Square Parkban olvasgattam az Utas és Holdvilágot, és nagyon jó kombináció volt. Akkor is volt, nem azt mondtam, hogy az én olvasási igényeim és a város így találkozott egymásra. Igen. Mindenkitől megkérdezem, hogy mit szokott New Yorkban enni, így tőled is, bár azt tudom, hogy nem szeretsz a gasztronómiáról írni. De ezt csak azért tudod így, mert ugye van az előző podcastban, a Filmklub podcastban, igen, ez valahogy nekem lett szegezve, vagy hirtelen. Hogy miért nem írsz a gasztronómiáról? Hogy miért nem ír, igen, meg sok minden másról sem írok. Az űrkutatásról sem, de nagyon támogatom az űrkutatást, már magam szerény eszközeivel. Hogy mit szoktam enni? Hát egyébként az egy topzódás ott. Topzódás? Igen, tehát én enni szeretek, csak ugye a kérdés ott úgy merült fel, hogy írnék-e róla, azért nem írok, mert nem értek hozzá. De az evéshez értek, mint mindenki más, aki ki tudja nyitni a száját, és hát a reggelizés az egy külön rituálé, hogy ott, és meg is tervezem, hogy a kávét és mondjuk a szendvicset azt különböző helyeken vásárolja meg. Tehát, hogy ne egybe, ne sűrítsük az élményt, hanem húzzuk el, ameddig lehet. De megvannak a helyeid? Hát, megint csak az, hogy mivel ott tett le a... Ahol lépegettél? Tehát én az 52. utca, ahol lépegettem, igen, ezt most senki le nem mossa rólam.
52. utca, és akkor mész, ugye azért a reggeli ez egy ilyen egyfajta kényszer, tehát hogy ne kilométereket kelljen megtenni az első rántottáig, akkor van ott egy ilyen szuper, tehát az a legjobb, legmenőbb kávézót kép, de olyan lazán, tehát nem nincs itt túljátszva, fiatalos, mindig a legjobb zene szól, és nem utolsó sorban elég jó kávét adnak, akkor azt ott megveszem, és egy kicsivel tovább pedig egy ilyen igazi, kicsit ilyen, bár nem füstös, de olyan kicsit olyan füstös jellegű reggeliző hely, amiből ugye ezer van, minden sarkon van egy olyan, én meg abban megyek, mert azt szoktam meg, és akkor ott tudod, ott ezerféle rántottát, tükörtojás, ilyenek, scrambled, ez fejleszti az angol nyelvtudását, az enyémet is sokat, tehát hogy például kitaláljam, hogy milyen mit jelent a tojások, tehát a különböző tojások, és akkor ugye ott nem az van, hogy így türelmesen kivárják, amíg te elmakogod, és a scrambled eggs, vagy a, meg az over easy, meg a nem tudom még micsoda, hanem így rád oda böffentenek valamit, hogy akkor mit kérsz. Ugye ott rögtön előtte csinálják meg egy ilyen hatalmas nagy mi az? Pult, vagy... De igen, ott ezerféle tojás, meg izét, meg lehet krumplival kérni, és akkor állsz a sorban, ugye előtted három siető marketinges, mindenkinek kezében a kávé, mögötted a broker, meg az építkezésen dolgozó, és ott az olyan, mint egy nyelvvizsga. Tehát, hogyha az ember megtanulja évek hosszú munkájával, hogy így flottul elmondod, hogy milyen tojást kér, és hogyan, és ahhoz milyen bagelt, vagy a bagel szendvicsbe, mert összeállíthatsz mindent, ami... És akkor vagy bajba, ha van valami új heti akció, és azt még nem tudod azt a szót. Nincs új heti akció, szerintem mindig ugyanazok vannak, csak annyi minden van, hogy így elveszel ebben a dologban. Ja, most nem jut eszembe a tojás elkészítésnek milyen angol kifejezései vannak, de ott nagyon hamar fel kell szívnom magamat, tehát ott már második alkalommal nem engedhetem meg magamnak, hogy ne tudjam elmondani, hogy én olyan rántottál, hogy tükörtojás szeretnék, és akkor az, stb. De így jó, mert belerázódsz a tojás rendelés. Aha. De és hogyha túl vagyunk a reggelin, akkor ilyen ebéd és vacsora dolgok? Na jó, hát itt, tehát most eltelt akkor 10x óra ebéd és vacsora dolgok. Tehát vannak ilyen bejáratott helyek erre is, vagy akár mész az utcán ezzel? Hát ez bármi. Vannak éttermeim, amit szeretek fölkeresni, de az úgy van, hogy tudom, hogy mondjuk mennyi pénzem van, és akkor mondjuk egy egyhetes New York út során, akkor azt úgy tartogatom, hogy na, van az 57. utcában, ahol a legjobb bread pudingot készítik, és többet, tehát hogy pontosabb címet nem mondanék, nem szeretném, hogy ezt... Oda járjanak a magyarok. Hogy oda egy bread pudingozni a podcast hallgatók. De azt tudom, hogy az egy komolyabb tétel, úgyhogy azt és azt nem akarom ellőni az elején. Aha. Akkor azt a végére tartogatom, mert persze meg kicsit szomorú lesz a bread pudding, mert tudom, hogy másfél nap múlva, vagy akár már aznap megyek haza, és akkor belesírok a bread puddingomba, ilyen könnyes bread pudding. Pizza bármikor, tehát ott ugye az a pepperoni is ilyen olajban úszó, az csodálatos. Leöntöd az olajat. De annak olyan íze van, az a New York-i íz. Tehát, hogy New Yorkban persze ehetsz a világ legjobb dolgait is, elted meg ezeket a nagyon gagyi trash foodot is, de hát sajnos az is jó, mert jó. Tehát a pepperoni is az ugye világbajnok. Aha, de és valószínűleg, ha világ bármely más helyén ennéd, akkor nem lenne olyan jó. Persze, ez így van. De hát ez igen. Ez kell, tudod, egy 120 000 forintos repülőjegy, tehát az mindig hozzászámolodnak ezek a dolgok. De nem sznopságból. Egyszerűen jól esik, finom. Uh-huh. Finom. És igen, és mindenhol ugyanaz azt a pepperoni és pizza, már városban ott helyben. Nekem ilyen rituálé ugye ez a cheesecake, mert kurva jól néz ki. Tehát úgy tudod, szinte, hogy hívogat a cheesecake, és akkor rajta ez a ilyen kicsit ilyen pirosos zselatin, amiben van egy ilyen fél nyomvat kis eper. De messziről, hogyha ezt mondjuk látsz 20 ilyet, így ilyen tálban, egy kirakatban, akkor úgy érzed, hogy ezt most magadévá kell tenned, és minden alkalommal kiderül, hogy hát ennél pocsékabb, műanyagízűbb, és tényleg, tehát félek, hogy így a fogamat azonnal, tehát így benne marad, tehát így kiesnek a fogaim, de ez mint egy ilyen New York-i adó, hogy ki kell fizetni azt, amit tudom én, $6, vagy lehet, hogy még többet is. Nem nagyon, szóval voltak ilyen gasztronómiai kalandozásaim részben, az ott élő rokonaim jó voltával. És a bárok? Nem tudom, mennyire vagy ilyen bárokban járós? Nem vagyok egy nagy ivós, ez némileg hátráltatja ezt a dolgot, de például ez a Fanelli Café, az egy klasszikus bárpult,
úgy, bár pután imádok ülni egyébként. Tehát, hogy, és én már kifejeztettem ezt a blazírt arckifejezést, hogy amikor azt mondom, hogy light coolát kérek, akkor, de New Yorkban nem, le se szarják. Tehát, hogy nem, itthon egy kicsit, tudod, azt mondod, hogy kérek egy light coolát egy koffeinmentes kávéval, akkor ugye elkerekednek a szemek. Ez a bárpultnál létezés, ez a, és tényleg ez egy 150 éve létező kocsma, de van ilyen, tehát van egy csomó ír kocsma, egy csomó, lehet, hogy ez is, vagy ez a Fanelli, ez talán olasz eredetű volt, de és sokszor ugye nincs is az utcára néző ablaka, tehát hogy ez ilyen sötét, izé, és a plafon is ilyen régi módi, és mondom, a bárpult élet az csodálatos. Tehát egyszerűen nézed a bár, tehát az életet, és már volt úgy, hogy vissza-vissza jártam különböző alkalmakkor, a Fanelli Caféban jobbra néztem, de mondjuk ezt úgy vett, hogy mondjuk 2017-ben, 18-ban és 19-ben, és ugyanaz az idős bácsi ült. Tényleg, nem viccek. Tehát mondjuk egy délelőtti órán mentem, akkor éppen be, mert lehet enni is, és tök jó konyhájuk is van, ott a bárpultnál leszek ez, és ugyanaz a bácsi ült, ugyanazt az újságot olvasta, és élt is. Tehát nem az volt, hogy egy kitömbe bácsi, hanem, és akkor jelcsenek, az milyen élet lehet, hogy ott ez a barfly, vagy nem tudom, az igazi törzsvendég, és akkor amikor például ott vagy a amikor ugye a normál nem turista emberek végeznek a munkájukkal, ugye megtelnek ezek a bárok, de ilyen fullon vannak, és akkor mindenki oda beszéli meg mondjuk a találkozót, stb. És az is, szóval idegen emberek kezdenek ott beszélni egymással, anélkül, hogy könnyen félre is, én egy pillanatig egyszer félreértettem, hogy egy lány megszólított, mert mit csinálok, merről vagyok, stb. És ez nem arról szól, hogy ő most hogy valami ismerkedés, egyszerűen ez a bár élet, és utána ugyanazzal a mozdulattal, vagy ugyanazzal a kedvességgel fordult el tőlem, amikor megérkezett a akit várt, és de közben elcselektünk. Az is tök jó. Hogy fedezed fel ezeket a helyeket? Tehát kutatod őket interneten, vagy csak sétálgatsz, jön egy impulzus, hogy én ide most bemegyek. Igen. Azt hiszem, igen. Mondom, most már kialakulsz egy kicsit ilyen rögeszmés, hogy ezeket mindig végigjárom, mert nagyon jól esik, és sosem unom meg, ez állni érdekes, hogy néha bennem van az az érzés, hogy mi van, hogyha ezek egyszer csak elkezdek nem érdekelni meg. Ez még nem. És mi a helyzet a többi borough-val, a többi városrész? Neked csak Manhattan is? Nem. Tehát ez nem így van, hogy ez... Vagy azért kíváncsi, hogy rá is fel is fedezed őket. Helyek. Tehát lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy olyan érzés nem volt bennem, hogy most felfedezem Brooklyn-t, vagy Bronx-ot, vagy Queens-t, de például van egy remek borhapiac Brooklynban, nem is kell sokat. Tehát, hogy átmész a Brooklyn-édon, ott viszonylag közel. Remek régi New Yorkot ábrázoló képes lapokat lehet vásárolni. 10-től 70 dollárig. Vagy nem tudom, de én inkább a 10 dollárt, az én, kicsit szakadt a széle, de... Nem, 10 dollár is remek dolgokat lehet kapni. Szóval inkább a 10 dolláros végét szoktam ennek pásztázni. Ez egy sokkal nyugisabb, sokkal élhetőbbnek tűnnek ezek a borók, de hát én nem azért vagyok ott, hogy a nyugis életet üzzem, hanem, de nagyon szeretem. Tehát, hogy például Manhattanről nyilván ez is nagyon turistás dolog, hogy ugye Brooklynból csodálatosan rá lehet látni Manhattanre, tehát a Brooklyn promenádon egy padon ülsz, akkor, és ott nyugi van, tehát ott tényleg el lehet, ugye Manhattanben odébb löknek, bárhol megállsz, meg kicsit úgy érzed, hogy neked is menned kell a tömeggel, ott meg le tudsz ülni. Úgyhogy... A New York Times-ból ajánlanál ezt a munkát, és választhatnál, hogy hol laksz New Yorkban, akkor melyik városrész lenne? Tök mindegy. Tényleg tök mindegy. Aha. Metró mellett legyen. Én nagyon szívesen ellaknék ott, ahol ellakom. Az East 52, a First és a Second Avenue között. Azért azzal nagyon nagy szerencséd van. Tudom. És hát remélem, hogy COVID elmúltával is megmarad ez a szerencsém. Tényleg bárhol. Laktam úgy Queensben, egy korábban álltam soha nem ismert környéken, Astoria. Az egy kelet-európai negyed, az Astoria. Igen, én azt értem, hogy görög van, meg biztos még más is, és ugye minden metró megálló körül, mint egy ilyen kis város szerveződne. Tehát ugye ott van az a 15 bolt, meg az ilyen kis, tehát ugyanazok a boltok ismétlődnek, de ilyen pici kis városok, ilyen metró megálló körül, és ott is, és egy nagyon rövid idő után én ezek nagyon megszerettem. Ráadásul felszállsz a metróra, és ugye ott felüljár. Igen. Ami csodálatos, az is egy olyan New York feeling, tehát még látod is, látod, ahogy bemész, egy darabig látod, ahogy bemész Manhattanbe, tehát amíg nem a föld alatt, amíg nem mész le a föld alá, és 20-25 perc alatt benn vagy.
Úgyhogy nekem tök jó lenne, persze most így álmodozunk, bárhol, egyébként Brooklynba, Queensbe, akárhol, hogyha... Jó, maradjunk abban, hogy bárhol. Tehát, hogy most ne kössük, tehát ez most nem egy ingatlan hirdetés, hogy nem tudom, hogy most meg különböző feltételeim lenni, bárhol. Igen. Jó, megszerettem. Uh-huh. Tehát ez is egy olyan kis hely volt, ami, és visszajárok. Tehát akkor kimegyek metró, mert ott van például ott a metró végállomásra egy nagyon jó képregény volt. És akkor. Uh-huh. A helyekkel ilyenkor mennyire kerülsz kapcsolatba? Esetleg emlékszel valaki? Kerülöm olyan? A helyeket. Kerülöd nagyon? Van egy ilyen spré a kezemben, ha túl közel jönnek, akkor le. Illetve szóbarátságokat nem kötöttem így a New York-i utazásaim során. És amikor az interjúkat készítettél, és kapcsolatba kerültél ezekkel az írókkal, és hogy átlépted a küszöbüket, és beléptél az ő magán, privát szférájukban, akkor azt gondolom, az egy olyan jó érzés, vagy egy olyan megelégedettséggel telt jó el, érzés. Hogy te most egy ilyen helyre bejutottál. Jó, jó, jó volt ott, igen, duplán jó, mert egyrészt, hogy azzal az alakkal találkozol, akivel szerettél volna, másrészt tehát tényleg van egy ilyen, ott is turistáskodsz. Mm. Egy lakáson belül is. Körbenézel, hogy milyen hát az előszoba. Igen, lopva, tehát hogy úgy a válla fölött elnézel. Igen, az a baj, hogy ott egy picit koncentrálni kell ugye erre az interjú, erre a fránya interjú dologra, tehát meg kell csinálni, ami némi ilyen agyi koncentrációt igényel, tehát ott nagyon, az úgy elnyomja a feladat azt, hogy én ott nyugodtan, meg nem mondhatom azt, hogy hadd nézek körbe a lakásában. Pedig milyen jó lenne tényleg. Igen, de izgalmas ezek ilyen izgalmas helyzetek. Ez néhányszor előfordult ugye ez a sokat emlegetett Philip Roth interjú volt ilyen régen-régen. Ő valahol az Upper West Side-on lakott, két egyben nyitott lakás birtokolt, tehát az... Nem mondta, hogy Gábor? Nem. Körbevezetlek. Nem mondta sem, és hát nem is hagyta rám a lakást. Kanyarodjunk rá kicsit a könyvekre és a filmekre. Aha. Mondhatom, hogy filmkritikusként. Mondhatom ezt a titulust? Ha szeretnéd azt mondani, írok filmkritikákat is. Igen. És hát nagyon sok embernek, főleg aki nem járt, az ugye a filmekből jön át leginkább, hogy milyen a város, és nagyon sok ember, ha elutazik New Yorkba, akkor azokat a helyszíneket keresi, amiket a filmekből jól ismer. Jó barátok, Szex és New York. Nekem az egyik nagy New Yorkos kedvenc filmem az a Die Hard 2. Neked, mint aki sokkal jobban járatos a filmekben, mi olyan filmek vannak, amik leginkább átadják neked ezeket a dolgokat, amiket most beszéltünk, ezt a New York-i érzés, és talán nem olyan ismertek. Bár nem vagyok egy nagy Friends és Szex és New York rajongó, de tudod, a filmekben az a jó, hogy ezen nem fogunk összeveszni. Ugye kezdő turistaként, nem tudom, hogy van-e kezdő haladó, meg nem tudom, ilyen fokozatok, de az első New York utaim, tehát hogy egyikén mindenképpen meg akartam keresni azt a padot, ahol a Woody Allen és a Diane Keaton hajnalban üldögélnek a Manhattan című filmben. Ez a Queensboro híd. Queensboro az fent van, az igen, pont az 50 valahányadik utcánál. Igen, ez a Queensboro híd. Ez Queensboro, az East River partján üldögélnek egy padon, és akkor hát ezt olyan nagy megelégedéssel megtártam ezt a padot. Ugye ez az a pad, vagy tehát hogyha valakinek beugrik nem kell, hogy a film, elég, hogyha a filmnek a plakátja. És akkor még volt egy-két ilyen kísérletem, egyébként vásároltam is egy könyvet, ami tehát ugye ezek a New Yorkban játszódó filmek, és hogy mihol van. Manhattan Film, Walking Tours of Hollywood. Ezt egyszer kölcsöttem egy haveromnak, és végül is 5,5 év késéssel vissza is kaptam. Szóval... Aztán még konkrét túrák vannak, hogy tudod végigjárni filmes igen. És nyilván ez már egy régi kiadás, tehát nyilván azóta már ezer újabb ilyen helyszín lehet. És azért hoztad, hogy most nekem is kölcsönadd 5 évre? Semmiképpen. Nem azért, hogy ezt biztosan nem fogom kölcsönadni. De szívesen kölcsönadom, de valamilyen fizetős rendszert kell megkételnünk. Vannak, tehát hogy persze a New York az ugye egy ilyen nagyon filmes hely, és hogy vannak az általad említett filmek is, ami elgondolkodtam, hogy mik azok a kevésbé ismert filmek, amik ahol egy városrész is szépen megmutatkozik. Érdekes módon
vagy ha nem is annyira. Tehát ezek a filmek, amiket most mondani fogok, ezek nem feltétlenül jó filmek a szónak abban az értelemben, hogy ezek ilyen marha élvezhető, vagy kiállják a jó filmek próbáját, hanem ezek ilyen New York filmek. Mm-hmm. Persze lehetnek jók is közöttük, de például van egy 88-ban készült, hát nevezzük ilyen romcom limonádénak, Crossing Delancey. A Delancey ugye ez a Lower East Side-on egy út, és ez a Lower East Side, ez a volt zsidó negyed. Tehát ugye ez a bevándorlók, század elejé bevándorlók, stb. Aminek most már csak így a nyomokban, tehát a Lower East Side nyomokban tartalmazza ezt a régi hangulatot. Ez a film, ez ott játszódik 88-ban, és ott még nagyon, akkor még megvolt ez a kis világ. És akkor ebben, de ez csak a filmnek a, hogy mondjam, a háttere, ott egy ilyen romantikus komédia játszódik rá. Egy kékharisnya lány és egy helyi uborkaárus fiú között. A kékharisnya persze a híres íróba szerelmes, de a végén belátja, hogy az uborkaárus a helyi, a Lower East Side uborkáros, mondjuk az igazi. És akkor még voltak uborkárusok, tehát hogy az egy teljesen autentikus kis része a filmnek, hogy ott álltak, és ezeket a híres New York-i pickle-leket árulták, és ami már nincs. Tehát ennek volt egy ilyen, akár ilyen gasztróvonala is ennek a... De nem egy túl jó film, de érdekes ebből a szempontból megnézni. Akkor ugye sokan szeretik, én annyira nem, azért senkinek kövezzem meg a Szerelem hullámhosszán című filmet, ez a You've Got Mail, Tom Hanks meg Ryan. Igen. Ez például az a... A Tom Hanks a könyves volt tulajdonos, ugye? Ugye? És a meg Ryannek meg pont mogul. Egy antikvárium, ugye? Igen. És az egy tök jó film. Oké, erről nem nyitunk. Nem nyitunk. Nem nyitunk. Tehát, de ott például az Upper West Side van benne nagyon, és olyan benfentes érzést ad. Aztán viszont ez egy nagyon jó film, a Harry és Sally, nem tudom, hogy ismered-e. Abszolút New York-i film, és az például van egy Katz Delicatessen nevű meg volt. Kajálda, uh-huh. Meg volt, ugye, az ott a Lower East Side-on van, ilyen pasztrámi, igen. A híres a pasztrámi szendvicsük. Mustárra megkenik, és az ilyen az. Vastag húst raknak bele, és meg se bírod enni. És nem érted, hogy ez... Ezt hogy lett ez sok minden. Ez nem a cheesecake, a sajtot, ja, effekt, hogy jó ott lenni, jó aztán elmondani, hogy ott voltál és megetted, de nem feltétlenül ízlik. De utána az egész élmény, a csomag az jó lesz. Na most ebben a filmben van ez a nagyon-nagyon híres jelenet, hogy a Meg Ryan, hát szem lehet másképp mondani, orgazmus színlel a Billy Crystallel szemben ülve, ugye az bizonyítani, hogy bizony ilyet a nők néha csinálnak, és ez még híresebbé tette ez a jelent a Cuts Delicatessen, és hogyha bemész, akkor ott van egy ilyen kis, a falról lelógó kis nyíl, hogy na ez volt az asztal, ahol Meg Ryan orgazmus színlelt. Most erről a helyről, bocsánat, eszembe jutottam, itt meséltél, hogy sorra kerülsz a kávézó vagy a reggeliző helyen, és ott nem szabad hibázódni, és az a nyelvvizsga, én itt éreztem, igen, ugyanezt, ahol nem tudom, van 20 pincér, benne állnak a pult mögött, elől van 100 ember, mindenki ordít, és egyszer csak ránéz, és mondjad, és fogalmam nincs, mit rendelsz, mennyit fogsz fizetni, és mi fog történni. De ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy te vagy aznap a 158. ilyen szerencsétlen. Tehát, hogy ez viszont láttak már ilyet, és hát belőled élnek. Tehát, hogy de egyébként így van valahogy mindenhol New Yorkban, hogy rád ordítanak, hogy tessék, gyere, fizess, csináld, akármi. Hát na búj, nem. De két nap múlva, hogyha visszamenni, akkor már tudod, hogy mi merre. De, ja. És akkor vannak klasszikusok. Tehát, hogy a Keresztapában például nagyon szépen benne van New York, akkor a New York árnyai, az a Cassavetes filmben, az is csodálatos, akkor a Legénylakás, Francia kapcsolat. Tehát ezek klasszikusok, vagy nem tudom, Al Pacino, a Szerelem tengere, vagy van egy Spike Lee film, hogy ne csak a, nem tudom, a mozi hőskorából mondjak, az utolsó éjjel, azt mondom, 25th Hour, uh-huh. Ahol Edward Norton nagyon szomorúan üldögél egy padon, és a Brooklyn promenád egyik padján, és nagyon szomorúan nézi Manhattant, és ez én is csináltam ilyet, hogy mint Edward Norton, nagyon szomorúan néztem Manhattant a Brooklyn promenád, vagy vidáman néztem Manhattant a Brooklyn promenád egyik padjáról. Szóval ezek ott vannak, ezek a helyek. Mm-hmm. Jó. Térjük át a könyvekre, hogy miket ajánlanál nekünk, és már eddig is szóba került több könyvesbolt, antikvárium, gondolom van olyan, ahova minden egyes alkalommal elmész. A Strandian, ugye ott a Union Square alatt, mm-hmm. És hát remélem, hogy túlélik a Covidot, mert volt valamilyen hír róluk, hogy eléggé egy csomó jó helyjel kapcsolatban nagy kérdés, hogy
hogy amikor újra lehet menni, akkor milyen New Yorkot fogsz látni. Hogy ugyanazt, vagy sem. De hogyha lesz Strand, tehát hogyha újra lesz ez a hatalmas antikvárium paradicsom, akkor hát ott tényleg órákig lehet könyvekre vadászni, és akkor van egy nagy New York szekciójuk. Uh-huh. Tehát a fiction és non-fiction, tehát hogy regények is, meg tényirodalom, és például ott találtam ezt, ez a Pete Hamill nevű újságíró, egyébként tavaly halt meg, Amerikában ő egy ilyen, szóval nagyon sokan ismer, tehát ő egy ilyen újságíró sztár volt, ez a kemény, New Yorki, ír, makacs újságíró típus, írt regényeket is, meg mindenféle követ, hogy újságíró most mit csináljon, hogyha az újságírás, tehát a szűk keretei nem bizonyulnak elégnek, és van ez a Downtown Manhattan című könyv, ami kis történetek, visszaemlékezések, hogy milyen, tehát hogy nőtt fel ott New Yorkban, Manhattanben, milyen, vagy a fiatalságát ott milyen helyek törzs vendégeként töltötte, és egyrészt baromi jó stílusban ír, másrészt meg érdekes volt látni, hogy ebből mi maradt, tehát hogy az ő Manhattanjéből. Tehát vannak helyek, amik még megvannak, és vannak, amik nem. Én valahára élveztem, mint könyvet. És volt, amit felkerestél? Volt olyan hely, igen ami még működik, ott az East Village-ben egy kis étterem, azt mondja, egy ukrán étterem, igen. Nem merném kiejteni a nevét. Vagy a másik, ami mindig is izgatott, ez a felhőkarcoló biznisz, tehát hogy ugye azok a felhőkarcolók, amiket egy rabul ejtenek, ezek az Art Deco régi 20-as, 30-as évek felhőkarcolói. Természetesen itt is minden, tehát nem arról szólt a dolog, hogy csináljunk szép magas épületeket, hanem arról, hogy egyrészt ugye az nyer, akinek a legmagasabb, és hát óriási biznisz is volt, és ez a könyv, ez a Higher, A Historic Race to the Sky and the Making of a City, című könyv, ez erről a felhőkarcoló építési lázról, vagy ez inkább egy ilyen háború volt, vagy erről a nagy rivalizálásról, hogy építészirodák, befektetők, ilyen-olyan mogulok, ahogy húzták fel egymást, mint az őrültek ezeket az óriási felhőkarcolókat, és mindig ugye tovább kellett lépni, tehát mindig magasabbra, amúgy is New Yorkban ugye fölfelé lehet csak terjeszkedni, és de hát ezek ilyen, hogy akkor most felhúzzák ilyen buildinget, olyan buildinget, és akkor ezt csak felhúzták az Empire State Buildinget, és akkor mindenki meg volt verve, le volt győzve. Most a World Trade Center az éven sokkal később, későbbi történet, és ennek tulajdonképpen ez egy ilyen felhőkarcoló történelem ez a könyv, és ezeket leginkább magamnak ajánlanám, de valaki... Ezt belinkelem majd a show notes-ba, úgyhogy mindenki rá tud nézni, jó, hogy melyikek ez, jó, meg majd le is fotózom, és akkor csoportba bedobok egy képet, jó, hogy mindenki láthassa. Na és a New York trilógia? Én szeretem Ostert. Uh-huh. Vele csináltál interjút? Vele csináltam interjút, és vele csináltam ott interjút. Az lakásán? Klasszott, nem a lakásán, az odáig nem terjedt a bizalma, de a lakásához közel egy cukrászdában. Uh-huh. Átnyújtottam a nálam lévő szivarkákat, amit útközben vásároltam neki. Ajándékba? Igen, a lengyel átszálláskor, a lengyelországi, a varsói átszálláskor, se szó, se beszéd, ezeket így eltette. Nem tűnt nagyon túlságosan meghatottnak. Majd utána még úgy iszogattunk, ami annyit jelent, hogy ő úgy iszogatott, és utána majd a dolgunk végeztével fölállt, elindult a kelet felé, és én rendeztem a számlát, és úgy gondoltam, de nem, ez ezzel jár. Tehát egyébként New Yorkban nincs ingyen ebéd, tehát ott minden, ugye, ott semmi nincs ingyen. Ez is még azt sincs benne, hogy ő mondjuk ez zseppénz neki, te neked Nem, de szerintem egyébként a szerepek is úgy voltak, hogy ő tett szívességet nekem, tehát végülis az rendben volt, csak itt egy kicsit más a... Hát tudod... És legalább valami drága dolgot rendelt? Nem, semmi, igen, csak tudod, ami ott egy ilyen hétköznapi áron van, az egyébként nekem egy picit olyan borsosabb, tehát hogy hát most ezt nem kell bővebben kifejteni, hogy miért, de egy pillanatra meglepődtem, de aztán azt gondoltam, hogy viszont lesz egy számlám, mint tárgyi emlék, ami rajta van, hogy Paul Auster mit fogyasztott. És könyved ittél aláíratni? Persze. Tehát valahol megtérült akkor azért, igen. Tehát vannak dedikált Paul Auster köteteim. Van dedikált Philip Roth kötetem,
Martin, tehát hogy persze, egy idő óta így, ez így mehet, tehát hogy így rákaptam, a, hogy majd ez lesz az ilyen, nem tudom, az örökségem, tehát a vagyontárgyaim. Sajnos ezzel kezdődnek, és ezzel végződnek a vagyontárgyaim, a dedikált kötetekkel. Hát azért láttad a New Yorkot az utolsó 30 évben, úgy 90-es évek elején volt, amikor először voltál ott. Mi változott? Jó kérdés. Hát ami mindenképpen változott, és én ezt bánom, de hát ez kicsit egy ilyen öreges dolog, hogy régen minden sokkal jobb volt, minden sokkal jobb volt. De egyébként ez igaz, tehát mert régen minden sokkal jobb volt, de például a legtöbb dolog átkerült online, ugye egy csomó minden megszűnt, tehát például ahogy megszűnt a tehát olyan, hogy lemezbolt, az ma már egy kuriózum. És hát ott csodálatos dolog volt, én imádtam, hogy vagy DVD, lemez DVD voltak, ugye voltak ezek az óriási Virgin Megastore, Tower Records, és egyszerűen valahogy hozzátartott a város, az nem tudom, a Times Square-en bemenni egy a Virginbe, és ott bogarászni a CD-k és DVD-k között, ami ma maximum ilyen poros antikváriumok hátsó elségeibe szorult ez, és kicsit úgy érzett, mintha valamilyen ilyen striptease bárba mennél, tehát valami kicsit ilyen szégyelnivaló, vagy ilyen nagy könyváruházaknak a hátsó traktusába szorult, hogy van egy ilyen megtűrt részleg, a lemez részleg, és akkor néha csak ilyen pusztán ilyen szentimentális okokból mondjuk egy, hogy ezt ott vettem meg, hogy mondjuk egy Miles, Kind of Blue, Miles Davis lemez, és azt megvettem, és a mai napig tudom, hogy az onnan van nekem, mikor csak a, nem tudom, két fájl lenne a telefonomon, az úgy nem egy emlék, de nincs ilyen tárgyi. Ezeket imádtam, de ez nem New Yorkból tűnt el, hanem mindenhonnan eltűnt, és ez már mondom, ez a gyerekek, régen, amikor a nagypapa fiatal volt, minden jó volt, ezt kicsit utálom, de tény, a mozi gyárak ugye egekbe szöktek, ez is megint csak a, vagy hát csak annyi, amennyire 30 év infláció, igen, nem tudom, utoljára talán már 15-17 dollár volt egy mozijegy. Elég sok. Olyan 2001 körül utána előtte jártál, ott nem éreztél változást, hogy ott úgy meg a városnak a hangulata, az energiák úgy megváltoztak? Mert úgy azért ugye a városban volt egy nagy törés. Igen, és pont 2001 nyarán voltam, tehát képzeld el, azt hiszem júliusban voltam a nagybátyámmal és az unokatestvéremmel, és ők, ha nem is először jártak akkor New Yorkba, de régóta nem voltak, és akkor megnéztünk egy-két ilyen nagyobb turista látványosságot, és akkor fölmentem velük a World Trade Center tetejére. Kicsit így húztam a számat, hogy most ezt minek kell. Egy nyáron. Így van. Minek kell, meg sor, meg nem tudom, meg... Még emlékszem, hogy a nagybátyám ott az alaksorban még azzal is viccelt, ugye ott az alaksorban ott ugye ki ott volt, hogy milyen irodák vannak, és akkor, hogy hú, ha neki ott lehetne az irodája, mert akkor ugye az azt jelenti, hogy te az a világ tetején vagy, és beérkeztél. Tehát, és így utólag persze milyen jó volt oda föl, azt gondolom, hogy milyen jó volt. Tehát, hogy csak akkor még nyilván nyáron nem tudhattad, hogy ez az utolsó alkalom lesz. Persze szíven ütött és megdöbbentő volt, de valahogy utána, nem tudom, utána, mikor tértem vissza legközelebb New Yorkba, és persze vannak ilyen-olyan emlékművek, de nem éreztem azt, hogy megállt volna az élet. Mondom, arra már nem emlékszem, hogy tehát mennyivel szeptember 11-e után utaztam ismét New Yorkba. A végére három szót vagy kifejezést szeretnék tőled, ami nagyon New Yorki szerinted, vagy ami kifejezés neked először a városról eszedbe jut. Húha! Tőle ez olyan, mint ha ez ilyen magyaros lenne, akkor a piros az alma és a Petőfi. Aha. De mi ez New Yorkra vetítve? Valószínűleg a legjobb akkor jut eszedbe majd, amikor már hazafele mész. Persze, nyilván, de hogy akkor most játsszuk azt, hogy tényleg hirtelen kell valamire gondolnom, akkor legyen ez az ódivatú kifejezés, a felhőkarcoló. Nem vissza az egész, nem, tehát tulajdonneveket mondok, jó? Tehát a Grand Central Station, tehát ugye a központi pályaudvar, a Bryant Park, ugye az ott a belvárosban egy csodálatos kis park, és legyen a Brooklyn Híd. Gábor, köszönöm szépen. Én köszönöm. Élveztem. Köszönöm szépen én is. Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban. Oszd meg családoddal, barátaiddal, munkatársaiddal,
Ha pedig új vagy még itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Ha úgy érzed, hogy a műsor értéket teremt számodra, és lehetőséged van rá, támogasd az utazási podcastet havi szinten pár dollárral Patreonon keresztül. A linket megtaláljátok a leírásban. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!